Zetelaka kiviteles évnek, éveknek néz elébe, hiszen többi munkája most látszik beírni, így elképesztő mennyiségű és értékű fejlesztés érkezik a községbe. Két egymás kiegészítő projektünk munkálatai kezdődnek el hamarosan. Ezek részleteit is szeretném ismertetni Zetelaka lakosságának. Az egyik beruházás keretében több mint 8 km utca kerül aszfaltozásra. Azokban az utcákban, ahol már van egy aszfaltréteg, arra kopóréteg kerül. A többi utcában először a másik beruházásunk keretében a hiányzó víz- és szennyvízhálózat kerül megépítésre, majd ezt követi a támfalak, sáncok kiépítése a szükséges helyeken. Ha ezekkel az előkészítő munkálatokkal végeztünk, akkor ezek az utcák két réteg aszfaltszőnyeget kapnak. Az első térképen látható az Alszegi óvoda előtti Gábor Áron utca, a Sándor utca, a központi iskola melletti Boros Fortunát és annak a folytatásában a Szentegyház Pataka utcák, a Gátmege fele vezető Kükülő utca. A második térképen a Kálai kereszt és a Parajdi utcák, amelyek egymásba fognak nyílni, továbbá a futballpálya melletti Iskola utca, annak folytatásában a Szalló utca, majd fönnébb a Zsögöd. A harmadik térképen a Dorma utcája, a Szent Imre, vagyis a Cigány utca, befejezve a Tófalvi út felső szakaszával egészen a Somos hídjáig. Ezeken kívül még nagyjából egy olyan 500 méter járda épül a Tófalvi út alsó részén. A munkálatok várhatóan húsvét után indulnak, így számos útlezárásra, korlátozásra kell számítani. Ehhez kérjük a lakosság türelmét.